Sziasztok! A Retro TV műsorok sorozat 14. részében a Mark és Sophie című sorozatot szeretném bemutatni. Mark et Sophie ont lancé comme un défi, amour tendresse, câlin et fantaisie. A Mark és Sophie egy 220 epizódból álló francia tévésorozat volt, amelyet Stéphane Barbier és Guy Ginger készített, és amelyet Franciaországban 1981-től kezdtek vetíteni. A fejezetek 26 percesek voltak. A sorozatot a Magyar Televízió egyes csatornája 1991 nyarán kezdte vetíteni hétköznaponként, általában délután 5 órai kezdettel, majd később megismételték reggel 8 órai kezdettel. Asszonyom, bocsánat a zavarásért, de muszáj egy kicsit körülnéznem. Mit művelsz itt már, ráadásul 4 kézláb? Hát, bocsássa meg. Az nem kerül pénzbe. Nem én találtam ki, a férjem ötlete volt. Igazán? Azt üzenem a férjének, hogy felírtam és eltettem a kutyájuk számát. Jó pihenés! A Mark és Sophie egy komédia sorozat volt, a háttérben a közönség nevetését lehetett hallani. Sajnos a magyar változatból ezt a háttérnevetést kivágták. A komédiában van egy pár, Mark az állatorvos és Sophie az asszisztens, akiknek története többnyire egy lakásban és a váróteremben zajlik. A sorozatban számos vendégszereplő tűnt fel. A magyar tévénézők számára köztük talán a legismertebbek a csendőrös filmekből ismert Louis de Funé filmbéli feleségét alakító színésznő és a Gabaj főtörzset megformáló színész. A film elején hallható dalt maga a férfi főszereplő Gérard Rinaldi énekli. A sorozat a 90-es években felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt nagy kedvence volt. Na hát, mennyire örül neki? Igen. Minden jó, ha a vége jó.